Sziasztok techfanok! Itt Mészi a Sietek csatornától, és ma egy olyan témát hoztunk nektek. Ha még nem derült volna ki, ma a robot technológiával fogunk foglalkozni. Tény és való, elég megosztó téma, ugyanis a mai generáció hozzá van szokva az okostelefonhoz, különféle elektronikus eszközökhöz, ami megkönnyíti a hétköznapjainkat. Sőt, a robotoktól sem különösen tartanak, mert lassan az életünk részévé válnak. De mit is jelent az a szó, hogy robot? A robot egy elektrotechnikai szerkezet, amely előzetes programozás alapján képes különböző feladatok végrehajtására. Szóval te se érted mi? Ha a kutyádat megtanítod, hogy a WC-be pisiljen, akkor ő egy robot? Nem. És ha erre... Good boy. Nem. Viszont ha a robot porszívót tanított be, hogy merre fele menjen, akkor az már robot. És nem azért, mert benne van a nevében az, hogy robot. Igazából a mikrót is nevezheted robotnak, mert megfelel a leírásnak. Ismét lesz az embereknek ideje arra, hogy éljenek. A kérdés az, hogy kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Az utóbbi 6 évben több mint duplájára nőtt az ipart szolgáló robotok száma, tavaly világszerte 384 000 új gépmunkás került a gyárakba. Egy tanulmányból kiderült, hogy a férfiak 32%-a sokkal pozitívabban tekintenek a mesterséges intelligenciára, mint a nők. Arra a kérdésre, hogy pontosan miben jobbak a robotok, a felmérésben megkérdezettek az elfogulatlan adatok biztosítását, a határidők betartását, a probléma megoldást, valamint a költségtervezést említették. Arra a kérdésre, hogy miben jobbak a vezetők, a felmérésben résztvevő munkavállalók az alábbi 3 fő területet említették. Érzelmeik megértését, a személyes segítő, fejlesztő tevékenységet, azaz a coachingot, és a munkahelyi kultúra kialakítását. Persze a robotvilágot még kiforratlannak is tudjuk tekinteni. Alors Pierre Patrick, c'est une première. Ce matin, c'est la 2. Oui, ah. attends. Meglepődnél, ha azt mondanánk, hogy 2012-ben a Honvéd Kórház nem is egy robotot használt? Elég népszerű is volt akkoriban, manapság már elfogadott tény, és az emberek is hozzászoktak. Sose láttam ilyet egy kórházba se. És ő elmegy további útjára. A robotok egyébként a szállításban segítenek a kórházban. Viszont mi a helyzet az iskolapadban? A negyedik ipari forradalom már az iskolák kapuján dörömböl. Sok országban már évek óta kísérleteznek a tanítás automatizálásával. Nagy kérdés az, hogy átvehetik-e a főszerepet a gépek a húsvér pedagógusoktól. Az amerikai University of Wisconsin Madison kutatói olyan robottal kísérleteznek, amelyek nem csak a tanításban, a diákok fegyelmezésében is segítheti majd a tanárokat, míg egy kínai középiskola azzal került be a hírekbe, hogy a tantermekben úgynevezett intelligens magatartás irányítási rendszerrel rögzíti és elemzi a tanulók arckifejezését és mozgását. Az adatokból kiderül, hogy valóban figyelnek-e a diákok a tananyagot magyarázó pedagógusokra, akiket azonnal riaszt a rendszer, mihelyst az osztály egy része elbambul. Megszületett a robotok vére.
Olyan robotot készítettek az amerikai szakemberek, melyben az akkumulátor helyett folyadék dolgozik, az segít az elektronikai működéshez szükséges energia biztosításában. Az ionokkal teli folyadék fontos cél szolgál, ugyanis ez hajtja meg a Cornell és Pennsylvania Egyetem mérnökei által tervezett szerkezet elektronikáját. A masina egyébként egy hal, ami úszáshoz hasonló mozdulatokra képes. Jó, de mi a helyzet Magyarországon? Egyelőre nem kell tartani attól, hogy jönnek a robotok és elveszik a munkát, ugyanis a magyar vállalatok mindössze 3%-a használ robotokat. Itt is főképp az autógyárakban, ahol több ezer robot dolgozik már. Európai szinten a magyarok az utolsó előtti helyen állnak robotgyártás szempontjából. 2021 végétől autónóm robotrajokkal és drónokkal erősíteni a kormány a déli határok védelmét. Ha érdekelnek további tartalmak és témák a modern technológiával kapcsolatban, akkor kérlek szépen a komment szekcióba jelezd ezt nekünk. További szép napot kívánunk, sziasztok!